600 ezer forint ennyi csok jár egy gyermek után használt ingatlan vásárlására. A ház felújítása is egyre drágább, és az új ingatlanok építése is. Az áremelkedés az gyakorlatilag elvitte a csok teljes összegét, és még többet. Tehát magyarul még most több önerő, több hitelt kell beletolni ugyanakkor a méretű lakásba, mint 15-ben kellett volna csok nélkül. Ráadásul jövőre vége a kedvezményes lakásáfának is. Nem tervezünk hosszabbítást. 2019. december 31-ig van ez az adókedvezmény. Ez pedig jelentősen milliókkal emeli meg az új otthonok árát. A kormány a csok kibővítésével segíteni a családosokat. Korábban már bejelentették, hogy az 5000 fő alatti településeken emelkedhet a csok összege. Tegnap a kormányinfon Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, szeptember végén születhet meg a döntés arról, hogy pontosan hogyan változnak a szabályok. Gulyás Gergely tegnap nem árult el részleteket, amikor a lehetséges változásokról kérdeztük. Használt lakásvásárlást, vagy az egy, illetve két gyerekes szülőket támogatnák-e a korábbinál jobban? Ezek az irányok. És ezek közül mind a kettő is megvalósulhat, vagy választani kell? Magyarországon minden lehetséges. A szocialisták a csokhoz jutás feltételein is könnyítenének. Bővíteni kellene, engedményeket kellene tenni, és igen, nyitni kellene az egygyerekesek és a kétgyerekesek felé, mert azt látjuk, hogy ha ezeket a támogatási formákat, az adókedvezményt, a csokot nem tudják igénybe venni, és nagyon szűk réteg tud Magyarországhoz családtámogatási rendszerhez hozzájutni olyan mértékben, hogy ez segítsen is. A kormány korábban azt közölte, a csok eddig csak nem 300 000 ember lakhatását segítette.